Az idei változékony időjárás és az időben megérkezett csapadék sokat segített az őszi vetéseknek, és nem jelenthet gondot a következő időszakban az esőzés sem, mert a földek az elmúlt időszakban megszenvedték az asszályt. Igazából inkább örülhetünk ennek a csapadéknak, ugye igaz, hogy rövid idő alatt sok csapadék esett, ugye az idei évben már 100 mm fölött vagyunk, ez azért szokatlan a januárban, de nagyon kellett a talajoknak a feltöltődés. Pillanatilag a mélyebb fekvésű talajokon már van, ahol megáll a víz, de ez szerintem csak átmeneti, és el fogja még inni a talaj, mert nagyon szomjas. A gazdák felmérése szerint ugyanakkor mindenhol számítani kell a gombás betegségek megjelenésére. A különösen az előző években komoly kárt okozó kártevők, illetve a rákcsálók elleni védekezésre is kiemelt hangsúlyt kell fektetniük, annál is inkább, mert az őszivetésű halászos gabonák az árpa és legfontosabb kenyérgabonánk a búza, a vetésterület 90%-on jó vagy közepes minőségű. Ez a csapadékos idő, főleg ami még decemberben volt, ott a hőmérséklet is magas volt, a páratartalom is, ugye tudjuk, hogy ködök voltak és egyéb csapadék is, tehát ez kedvezett a gombabetegségeknek, valójában a búzák és az árpák is hát fertőzöttek a levelek, de valószínűleg a következő hideg talán ezt kompenzálni fogja. A közeljövőben várható havazás és a fagy sem jelenthet gondot, hangsúlyozta Szabó Gábor, mert bár a hópenész megtelepedhet, de ugyanakkor a hó védi is a földeket.